Hello, Bello, és nagyon kellemes, boldog, és jó hetet kívánok mindenkinek. Vége van-e már? Ez itt a kérdés, most, hogy elkezdődött. Mert hogy, hát ez a mai nap, ez, hát igen, hétfő. Hétfő, tehát, hogy nagyon hétfő. Üdv mindenkinek, remélem, hogy nektek legalább jobban telt ez a mai nap. Itt káosz, dráma és rettenetesen sok bosszúság volt az, ami megjelent, előfordult, de hát lendüljünk ezen túl, és lévén, hogy teljesen szétcseszték a napomat, és szana szétcseszték az időbeosztásomat, nem volt időm semmit se intézni, meg kitalálni, úgyhogy folytatjuk tovább attól, ahol tegnap este abbahagytuk a Rise of the Ronin-t, és haladunk szépen tovább a történet fonalán. Nem olyan nagyon sok van már hátra, de még azért van mit csinálni. Üdv mindenkinek, szia Inukin, Batidor, Máté, Péter, és ez két külön név, tehát hogy nem a nagy művészünk van itt. Bár ha itt van, akkor neki is hello. Szia Spatu, Coolers, Black Luck, Gyávanyul, Shadowbummer, üdvüd mindenkinek, köszi szépen, hogy itt vagytok. Hello, hello, és nagyon szépen köszönöm amúgy itt így a konzol... konzol? Hát Dili konzol raidja után volt ugyan, de hogy nem most akkor, hanem hogy... Na, szóval nem akkor, hanem most. Na, csak kinyögöm, szóval Vihar Kardnak, nagyon szépen köszönöm a követést, szia Évi, üdv. No, lélekben velünk van, az is lehet. Szóval, nagyon fontos, ez a hét meglehetősen kacifántos lesz, adás elmaradásokkal és adás cunamival együtt. Ezt tudom, hogy furán hangzik így egyszerre, de szóval ez úgy néz ki ugye, hogy a héten több, tehát szerda is valószínűleg, mondjuk az nem biztos, de csütörtök este nem lesz adás, viszont csütörtökön lehet, hogy délelőtt tud lenni adás, ez is még nem biztos, semmi sem biztos. Ami viszont nagyon is biztos, az az, hogy amit csak lehet, azt co-streamelni fogunk a e héten tartandó Summer Game Fest, ami a E3-at váltotta, mondjuk így, bejelentő show műsorokból, úgyhogy együtt megnézzük péntek este, pillanat. Ki akar kapcsolni a PS? Szóval együtt megnézzük majd péntek este az opening ceremony-t, megnézzük a szombat, az nem, akkor lehet, hogy nem vagyok itthon, de a szombaton talán csak egy show van, a Future Gaming, ami nem is tudom, hogy mennyire érdekel minket, talán az kevésbé, aztán vasárnap este az Xbox Games-nek lesz valamint a PC Gaming Show, ez a kettő egymás után, úgyhogy ott egy hosszabb etapot fogunk együtt tölteni, hétfőn pedig a Ubisoft fog előadást tartani, úgyhogy ezeket mindenféleképpen együtt közösen fogjuk meglesni. Remélem, hogy velem tartatok majd. Csekkoljátok a menetrendet itt is, meg a Discordon, mindenhol elvileg kitöltöttem, frissítettem a dolgokat. Úgyhogy így. A menetrend többi része meg, ahol kérdőjelek vannak, az meg azt, hogy nem tudom, milyen játékkal játszunk, ami nem Rise of the Ronin körülbelül, mert hogy nem azért, mert ez nincs, meg hát a Tsushima-t is játszhatjuk, csak már egyszer végig játszottuk, szóval azért nem annyira erőltetem. Én bízom benne, hogy itt ilyen shadow drappolni fognak néhány játék címet, esetlegesen itt a bejelentők közepette, és akkor valami frisset, ropogósat is meg tudunk nézni majd a jövő hét folyamán, de még a héten lehet, hogy kicsit szétnézek akár olyan játékok felé is, amikkel már játszottunk ugyan Early Access-be, de nemrég jelentek meg 1.0-ba, van egy-kettő ilyen mostanság, úgyhogy majd meglátjuk. No de, nagyjából ennyi felvezetésképpen, elnézést, hogy húztam itt az időt, vagy mit, így is késve érkeztem, úgyhogy ostorcsapások sorozata érje testemet. Folytassuk a videójátékot, amit Rise of the Ronin néven ismerünk. Itt táncolnak, én meg hozok kontrollert, Pill. No, hát hello mindenkinek, szia Salvas, üdvözöllek, üdv, és még egyszer hello mindenki. A Pill óta, én vagyok az, abszolút, Maverickben benne vagyok, csak nagyon elrejtve.
Szóval, Tsushimát értettem, hát igen, igen, az lehet, hogy előfordulhat még a Tsushima, mert ez nagyon jó. Szia Ballastrix, hello, hello, üdv neked is, kellemes estét mindenkinek. Euforik, Rik, így kell mondani, hello, hello, köszi szépen, köszi, köszi. No, hát folytassuk tovább a kalandozásainkon és a harcunkon. Ugye az utolsó chapterben vagyunk, ugye három chapterre tagolódik szét egy videójáték, ami párhuzamosan három területet is jelent, és az utolsó területben vagyunk. Kutyi! Az utolsó területen vagyunk, Kyotóba, és hát 1867-et írunk, és haladunk szépen tovább itt a történet fonalán, és a chapter is maga akár feloszható több etapra, setupra, vagy hogy is fogalmazzak, legalábbis én felosztottam ilyen harmadokra, mert hogy három darab ilyen nagyobb történési egység van egy-egy ilyen chapterbe, ha jól emlékszem, és mi ebből az egyik harmadot csináltuk meg tegnap, és most folytatjuk tovább a történetet, ugye Katsurával kell majd beszélnünk. Ugye itt most jelenleg úgy néz ki a történet, hogy a karácsonyfát megszínyenítő, csillogó, villogó, mindenféle színben pompázó dolgok vannak itt a térképütt, amivel lehetne foglalkozni, de hát itt már az a helyzet, hogy abban a szituációban vagyunk, már mondjuk bemelegítésképpen ezt a, mondjuk ott sokan vannak, nem baj. Oda elmegyünk, őt egy kicsit megcirógatjuk, aztán Katsurával majd beszélünk, jó? Mondjuk a story fókusz az így bukik is, de annyi baj legyen. Annyi baj legyen, mert kicsit meg kell érkeznem nekem is a játékba, mert hogy így a mai nap olyanokat műveltek emberek, amiket nagyon nehezen szoktam amúgy alapvetően kultiválni. Az egyik legrosszabb dolog, amit lehet csinálni szerintem egy másik emberrel, az az, amikor így az idejét nem tisztelitek. Úgyhogy ne csináljatok ilyeneket, mert nem szép dolog. Én együtt, ha kérhetek és tanácsolhatok, mert... Várj fel, basz. Na, igen, igen. Rogue Prince of Persia gondolom nem early accessben lesz. Az a helyzet a Rogue Prince of Persiával sajnos... Na most, akkor ezt most már így beszélek róla, pedig amúgy volt szerződésem meg minden, csak egyszer csak áthúzta a Ubisoftot, hogy hát majd szólnak. Ja, jó. Mert hogy amúgy kaptam hozzáférést már hetekkel, sőt majdnem egy hónapja ahhoz a játékhoz. Mármint, hogy szóltak, hogy lesz, meg Early Access majd május 27-től, meg tüttörű-tüttörű, meg tudjuk majd játszani, majd egyszer csak szóltak, hogy nem. Úgy lesz majd, hogy külön megkeresnek, és akkor szólnak. Na, ja, jó, oké. Na hát itt tartunk. És közben meg másik... kulcs bekérő oldalon, nyilván nem kértem be a kulcsot, mert hát ha a Ubisofttal együtt dolgozom, akkor nyilván onnan fogom kérni, meg onnan fogom használni a dolgokat. Meg velük dolgozom együtt nyilván, hogy ők a hivatalos készítői, meg kiadói a dolognak. Hát ők meg most jól eltűntek, a másik oldalon meg eltűnt a lehetőség, hogy lehessen erre a játékra jelentkezni, meg kipróbálni, úgyhogy bukovári egyelőre a Rogue Prince of Persia, ami amúgy rohadtul érdekelt volna engem is, mert tökre bejött az art style, meg minden. Meglátjuk, hogy a jövő zenéje az mi hangjegyeket ír a kottába, de egyelőre silencio van, úgyhogy így röviden és többen a történet. Mindeközben, amúgy nem tudom, figyeltük-e a képességeimet megfogalmazások kapcsán, hát azért itt, na, ahhoz képest, hogy hulla vagyok, meg szétidegesítettek a mai nap, egész jó mondat volt. No, ő az ott, a gonosz. A persze! Az annyira büdös mindeni. Csicska huszár! Csicska huszár! Csicska huszár!
az igazi harcos odacsia. Azt kaptuk meg. Legendásos fegyver, mint olyan. Jó, ő meghalt. Meghal a vala. Megkapta a magáét. Van még itt ilyen? Nem, megyünk vissza mindjárt oda. Dumálni csak. Mutimám, mit kaptunk? Azt mondja, hogy odacsi, nem ez katana. Uchigatana, ezt kaptuk. Az egy gyönyörű szép kard azért, azt jegyezzük meg. Ezt kicserélem most. Azt nézd meg. Ő a szalonna szeletelő. Hú-hú. Az azt igen. Az azt igen. It's very big. Very big. Konkrétan very big. Jó. A fonja, hogy? Most, hogy a bemelegítő kard csapásokon túl vagyunk, menjünk vissza egész pontosan a te a házunkhoz, és beszéljünk Katsurával, mert hogy ő ott vár minket. Hello Enko, hello mindenki. Üdvök. Na, hello. Kimi ni soudan ga aru. Jitsu wa Sakamoto-kun wa okorasete shimatte. Valami trióma szervezett, ebben kéri a segítségünket. Shinsei fu ni Yoshinobu-ko wo kuwaeru toyu Sakamoto-kun no kousou ni Choshu to Satsuma wa dou shitemo shoufuku dekinakatta. He's living in a dream world if he thinks the Alliance would ever allow Lord Yoshibu into the new administration. Hát de Dokugawa-nak is van része ebbe. Iwan to surukoto wa wakaru. Ga yahari risōron da yo. Túl idealista vagyok, azt mondja. 体制奉還は形だけのものになる。ともあれ、ここまで小ぎつけたのは坂本君のおかげだし。今仲間うちでいがみ合っている場合じゃない。私は引き続き薩摩との調整を続けるから、君には坂本君の様子を見てもらいたい。ワルトザシュイフォクトゥドニトゥルテンニョホイサレッニ。 君もお涼さんと一緒に坂本君を悟してもらいたい。頼む。 Jó, követjük akkor az utunkat, ami erre felé van. El kell mennünk a Omi kocsmába. Omit kérjünk a kocsmába, ugye? Omi. Állítólag a tetőn közlekedve sokkal lazább és menőbb a dolog. Mondjuk lassabb is. Wii! Oké. Volt egy macska. Ó, oh, wow! Pirupip! Ádám, hát üdvözöllek, nagyon kellemes estét neked. Omi kocsmára. Ó, milyen kocsma ez, te! Atya ég, nagyon szépen köszi a 39-et. Hype-oljuk meg Ádámot. Köszi a támogatást. Köszi. Amúgy, ez itt így nem is olyan ronda. Itt így jól néz ki, ez a jelenet. Vagy hogy mondjam önöknek, maguknak, nektek. Ez teljesen oké volt. Mi a helyzet, Ádám? Mi a helyzet? Ide jövünk. Ott egy szép bonsai fa. Vagy csak fa, mert már nem olyan kicsi. Ujj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 
Ara, konnichiwa. Konnichiwa. Moshikashite Ryoma ni ai ni iku no? Azért jöttünk, hogy találkozzunk Ryomával. Így van, így van. Sakki Omiya-san no mae de Ryoma ni atta kara, mata mucha shinai de ne to wa itte oita kedo. Ryoan wo omoi tsuki sou ya ki daijoubu zai. Siaveldur. Datte. Honto ni daijoubu nano kana? Bíznunk kell benne. Nanika iidashitara kikanai hito da mon ne.
私は見守ってるしかないのかな。そうだ、龍馬に差し入れを持って行ってあげようよ。何がいいかな。あんたも一緒に選んでくれる？Abszolút segítek. Persze, persze. Jaj, ko. Ryoma no kóbucu a nan dakke? Mi újság, Waldorf? Ez az a csajsz, aki amúgy el akarta vetetni magát a csávóval? Akivel megharcoltunk? Lövése? Ómiya-san no hókara. Hát? Hát, dereka szegaste jönde kuru. Anta wa Ryoma o onegai. Szia, Balázs. Oké, okay, kezdődik a misszió, kezdődik. Az öreg jön velünk, illetve Yamaoka. Jó, mehet, mehet, mehet. Let's go. Az Omni incidens. Aha. Kaptam egy ruhát amúgy. Obtained Maverick uniform. Karma. Loyalist Black. Minden van itt. Na, jó napot kívánok. Ő ott meghalt. Hello! And you are? Várj, fegyvert cserélek. Mehet! Ups! Ja, nem jó gombot nyomok amúgy a perihez. Valószínűleg gond. Kicsit ott letérdeltünk, hogy Mizu, de jobban vagyok. Nyugi. Az volt a baj, hogy túl nagy volt a kardom. Csícska gyerek. Jó? Ó! Oh. Nanda tő! Jó? Mimoto de var. Minden gerincbe egy tantót című. Watashi, mi a jó? Rámugrott! Hát ez hülye! Ezek nem tréfálnak, haló? Oké. Okay. Ő már jól van. Azt a mindenit, mi múl volt, az a nyakamba ugrott a csávó, azt úgy szúrt mellkason. Haldoklom. Nem. Ezzel nem viccelünk. Tehát ketten vannak. Eks? Hát köhögök egy kicsit, vagy kuc-kuc volt, nem... Hogy menjek föl, és azt a szomszédot, aki este 7-kor elkezd fúrni. Hogy lehet valaki ekkora barom? De most úgy 10-es skálán komolyan. Hú! Ne mozog, légy szíves! Bam. Bam. Áll, az is bam. Nem jó. Ezt nem nyomtam meg. De persze nyom be. Hogy lettünk ennyien hirtelen? Kettő segítőm van, meg itt találtunk még valakit? Hogy akkor jött ő is? Aldemarand, hello, hello. Kukuk. És megint fúr. Én megütöm. Mi? Ki? Jaj. Ezt nem így akartam, bocsánat, nem jó gombokat nyomkodok.
dobálj mérget. Akartam kérni. Na basszak. Ja, hogy meg is ölt ezzel, aha. Jó, megvan a kulcs, megvan a kulcs. Kicsit ez így nagyon fura, néz meg, aha. Ahogy így ennyien jönnek utánunk, az így nagyon érdekes. Mert nem baj, szeretjük a sok követőt, csak hogy így játékmechanikai szempontból egy kicsit ilyen káosz, még inkább káosszá teszi az egész őrületet, ami itt folyik. De semmi baj. Úrrá leszünk az őrületen. Remélhetőleg. Kinyitjuk a ládát például. Vörös lótusz volt benne. Fel tudom oda menni? Ott van fönt árusos. Oh. Majdnem jó volt. Ja, itt van egy... van... aha. Van egy pár enemy. Meg van egy boss is. Jó. Ja, hogy te vagy a boss? Oh. Anyádat lőd meg, légy szíves, köszönöm. Ez az összes staminám volt, ami létezett. Ez meg az összes HP-m volt, ami létezett. Tehát nem tudom, mennyire figyeltük, egyetlen egy támadással a teljes HP-mat leütötte. Bízkút, nagyon szépen köszi a 38-at. Pörögjenek a hype-ok. Köszi szépen a támogatást. Jó, tehát ez kettő boss. Csak hogy érezzük a helyzet súlyát. Stamina nélkül mondjuk valami nehéz. És megint meghalok. A fucking hell. Sokat látni, nem? Ja, nem. Narancsfák árnyékába megy itt a harcolásunk. Azt mondjuk imádom, hogy oda megyek, mert éppen nem velem harcol, nem rám aggrózik, de a támadást én kapom utána. Mi lenne, ha megdöglene amúgy? Csak kérdezem. Mert jó szándékból. Meghal. Most már meghal. Add ide a cuccot, kösz. Na baszd meg! Ezt hogy kerültek ide a csicskák? Nem bírok mozogni! A büdös! Megint beszpónol csicskákat. Hú, követhetetlen ez a harc. Ja, nincs több HP-töltőm. Aha. Meghaltam? Jó. Tök valid. Köszönöm!
látok semmit, baszd meg! Már miért vagy a manóba? Az is halt, jó? Aha, persze. Szia, kuku. Mizu. Hűha. Van gond. Áó. Te megint nem enged mozogni. Jézus. Ez a játék, ez egyre viccesebb. Hogy nem találom el? Hogy nem? Beszarok, bazd meg. Harcol a másik csávóval, oda megyek, hogy megüssem, és nem találja el a karakterem. Aha. Aha. Persze. Aha. De... Hagyjál már, hát ez mi volt? A mocskos, büdös néni kérettet, hajparaszt, hát mi az Istent képzelsz magadról? Jaj ne, és akkor bejönnek ezek. Ez miért kell a játékba amúgy? Ez melyik idióta japán találta ki? Hát ez kritikán aluli. Na, amikor tegnap beszélgettünk arról, hogy a játékban vannak amúgy nagyon jó és nagyon rossz pillanatok, amikor említettem azt, hogy a játékban túl van gondolva ez a segítők, meg együtt harcolunk, meg mit tudom én. Na, ez most itt egy tökéletes példa arra, hogy mi az, ami nagyon nem működik a játékban. Annak ellenére, hogy maga a fight system az amúgy tök oké lehetne. Egy teljes katyvasz, egy teljes káosz, nem tudod követni, nem tudsz sem, és ja, és amúgy timingra alapuló az egész harcrendszer, tehát hogy reagáljak valamire, amit semmit nem látsz. Aha, persze. Erősen indítunk a mai este. Lehet, hogy ki kell mennem pálinkáért, vagy nem tudom. Vajró! Totális káosz az egész. Szia, Kata!
tehát ez egy vicc, ez a fight. Aha, nem jó gombot nyomtam. De megint... De megütném ezt, aki kitalált, hogy heavy attack legyen a peri. Nyugodj már meg, sekkely. Büdös nagy kamu. És nem találja el az egyik ütésem se azok közül, csak mondom. Jó, ő meghalt. És akkor van még egy. Na ez, és nézd meg, ott van, hány ember van ott? Mi nekünk van kettő segítő, bejött még a még egy, tehát három ember ott volt, és a semmiből fogta magát és rám fordult. Hogy ott a pillé? Why? Most meg visszafordult. Műság Kata, mi a helyzet? Ja, passz meg! Tehát, hogy a csehetet néztem, te faszom. Már bocsánat, jéj! Nincsen staminám. Ez meg konkrétan átugrik minden múgjával a magával. Úristen. Jó, nem már. Mondjuk ott dodzsoltam amúgy alapvetően. Igen, aha. Elhiszem. Akkor szedjük fel magunkat. És egy kurva fába beakad a karakter! De jó ez a játék! Jó, azt elrontottam azt a timingot. Te meg ezt rontottad el ezt a fightot, te szarrágó köcsög! Még valamelyik csicska? Na, így gondoltam én is. Most azt nem mondod komolyan, hogy respawnolt a bazd meg. Ezt most nem mondod komolyan. Ami ott szembe van. Chat. Nem checkpointolt. De nem, ez csak bug. Ah. Oké. Okay. Azt hittem, hogy ők azok. Nem azok, nem azok. Ah, jó, oké. Okay. Megnyugodtam. Jó, az nem az a két karakter, oké. Okay. Tök átlátható volt amúgy. Uy. Közel volt a agyvérzés. Martin, napról napra büszkébb vagyok. Erre? Hát erre kár. Nem járok edzeni főnök. Nincs erre ilyenekre idő. De a storage-et kinyitotta. Közel volt a delete. Hát nagyon. Közel volt egy rage quit, az biztos. Amúgy kaptunk valami a legendásos cuccost. Szerintem cipő jellegű. Mighty Warrior. Tök jó, csak a Trusted Leaderből már van, a setből egy csomó, vagy csomó, hát egy több. Ez mit ad? Damage taken. Meh. Jó. Gondolom én, hogy fölfelé. Hú. Még egy láda, nagyon jó.
Hú, szóval ez a része szerintem nem annyira erős a játéknak, ez a őskáosz kategória. Mi lenne, ha nem mennénk ki azon az ablakon? Ti mit szóltok ehhez? Jó. Na és mi a helyzet, Tutu? Meg volt az edzés? Balázs, attól, hogy az először, amikor kérdezted, nem válaszoltam, az nem azt jelenti, hogy nem láttam, csak vannak dolgok, amiről általában szoktunk beszélni, mondjuk így a stream elején, és ha nem voltál itt, akkor hát most miattad nem fogunk újra beszélgetni egy témáról, amiről már beszéltünk. Szokásos, most meg kezdődik a piálás. Aha! Invet meg, várjál már! Nem, ez kukis kép. Inv meg sehol. Na jó, jó, hagyjuk is. Te kis te. Ne lopjad a dubába, gyere! Jó. Te. Amúgy meg, ennél nem jöttél. Másodiknál eljöttél félig, aztán hazamentél. Tehát, hogy egy ilyen erős X-be kiegyezhetünk, jó? Tehát szerintem egy X-be kiegyezhetünk, és akkor itt nulláról indítunk, jó? Na. Érted, az ember itt szervezi a kurtizánokat, azt ez meg, én hazamegyek, mert nem tudok kocsival odébb állni, hallottad, hány nőt kellett lemondanom, bazeg? Hagyjuk is. Hát, inkább nem mondom, mennyibe került ez az este. Olyan X-be, hogy én vagyok a fekete lova. Azaz. Szia, Katie, hello. Jó, na, merre megyünk itt lefelé? Hát arra mondjuk mehetsz, ott nincs semmi. Hát szerintem itt fönt kell szétnézni. Cucc az van. Kéz és láb nélküli lovag. Szúnyogcsípés! És hogy van? Zseni az a film. Ezt meg kéne nézni. Gyiszogatás közben azt a filmet. Hát itt drámai szitu van. A büdös minden itt neki! A gonosz ikertestvérünk! Ó, már megint meg kell küzdeni vele. Állj! Azt mondja, hogy... Prediction. Nem prediction. Hogy kell ez? Nagyon jó vagyok. Paul. Aha. Ha legyőzzük, meghal. Igen. Nem. Fixen elmenekül. Szavazás indul. 2 perc. Segítek, egy helyes válasz van. Na. Aha, villámkezű. Na, nagyon sokat engedett. Bármit csinálni, tehát a HP-mat és a staminámat is leütötte. Most pedig nem tudok mozdulni. Jó ez a játék, amúgy. Imádom, itt vagyunk 3-an, és nem tudjuk megcsicskítani. Na,
前の片割れはこの私だ。いい加減にしよう。Azt a furhat, hogy nyomjam. Ott van a Peri baby. Nyald meg a zsákom. Megbasztott. Na, na, na. Rettenetesen csúnyán beszél ma a streamer. Kéretik fülüket befogni. Júj. Nem jó. Hát azt haltam is. Jó. Ez olyan, mint szombat este önmagamat kell felszedni, bazen. Aha. Be van pörögve egy kicsit amúgy a pali. Stamina. Júj, nem jó. Ugrál a csávó. Megvan. でいたようが来たと。Nem, kész. Nem. Ne, nem bírom. Nem, nem bírom. Igen, ez volt az egyértelmű válasz. És így hagyjuk, hogy elmenjen. Na, ha valami kiakasztó, leginkább ebbe a játékba, az ez. Konkuri no atarashi katashi ga... 助けを呼んでくる。もう喋るな。脳のあるもんは身分を問わず雇い入れる。もちろん民草もじゃ。祭りごとはパーラメントで話し合って決める。皆で知恵を出し合う場所を作るんじゃ。日本の夜が明けるまで。Banyák, nem áll, most meghal Rioma. Öbszed emojik a cseten. Mehet. Amúgy jó karakter volt, meg ugye a játék legeleje óta úgymond társunk volt. Fakker. あいつらに力の差を見せつけるってやつだ。兵の数は我らが圧倒しております。戦いが始まれば薩長も早々に考えを改めるでしょう。ああ、手早く和議に持ち込みたい。戦が長引けば 国に食い物にされるだけだ。牢から出してやっただけでも感謝したまえ。君のせいでおちおち交易もできなくなったのだぞ。ならば我らに武器を売ってくれ。あるだけ欲しい。Itt van egy másik kimenetel is. Van olyan kimenetel, ahol túléli amúgy Rioma? És mi kellett volna, hogy még jobb legyen a kapcsolati... izénk ő vele? De hát rohadt magasan volt. Konkrétan az egyetlen olyan volt, akivel jó kapcsolatban voltunk nagyon. Tehát ezt most meg is nézem. Bakker! Oh,
1868. Leszarom. Kitakarítani a térképet, a Yokohama. Oh. Twilight Fencer titulust elérni, a saját titulosodat. Aha. A Moonlight Dancer az nem ugyanaz? Mármint, hogy... Szerintem kicsit az más. De hát ilyet... James Bond, level 4-es James Bond voltam vele. És ez nem volt elég. Hát, szomorú sors. És akkor van egy másik megoldás? Lép vissza egyet? Ja, hogy itt? Twilight Fencer. Ott van, az az én stílusom. Mármint, hogy titulosom, ott van. Oda van írva, azt sikerült, akkor valami más nem sikerült. Ja, hogy nincs elérve, mert hogy azokat kellett volna ott a listában megcsinálni. Á, azt hittem, hogy az a mostani, nem pedig a következő, hanem akkor lesz meg ez, hogyha azokat ki vannak pipálva. Aha. Aha. Oké. Okay. Tehát ez azt jelenti, hogy semmit nem értünk el. Alapvetően hány óra játék van ebben? 40, 50, 60? 45 óra? 45 óra alatt semmit sem értem el. Az egyetlen embert, akivel jóba voltunk a játék legeleje óta, azt is megöltük. Hát ez egy taps. Level 5-ös vagy Invaluable Soldier? Level 5. Fated. Favor. Tehát volt kettő karakter, akit bírtunk. Az egyik a Ryoma, ő most halt meg. A másik a Taka, ugye a Chaisi, akivel szintén jóba voltunk, őt meg a izé csávó ölte meg a... Igen. Ő nem. Az öreg. Hogy hívták az öreget? A Wakabayashi. Nem tudom, hogy hívták. Itomi. Az a shogunátusos csávó. Mondjuk az lehet, hogy egy fix event, hogy a Chaisi meghal. Hát jó, hát ez egy szomorú vég, de amúgy vissza lehet menni és kitakarítani a térképen. Hát nekem ennyi időm nincsen sajnos. Igazából már így a játék befejezését valamilyen formába, ha elérnénk, az már tök jó volna. Úgyhogy egy picit így megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy amúgy alapvetően csípem a játékot, picit unalmassá kezd válni. Ez a része, ez. Rengeteg content, értem, csak végtelen unalom. Ugye az, hogy ezt minden térképen ezt csináljam, és ez már a harmadik térkép, hát na nem. Nem. És sajnos a sztori meg annyira nem köt le, mint meg kicsit túl kusza vissza, össze-vissza, ahhoz, hogy... Szóval értitek. Jó, és akkor most melyik a fő küldetésvonalam? Ez a Wildfire, ugye? Katsuval kell megint beszélni. Hol van? Ja, itt van pont előttem. De hát... Ja, nem... Igen, ez a másik karakter. Kicsit megkavarodtam. Hallott Ryomáról. あいつは妙な空気を持ってやがった。話してるといつの間にか気を許して取り込まれちまう。それがまた嫌じゃねえんだ。明るい方へ行くみてえでな。だからよ。 双方を巻き込んで戦を収めてくれる望みもあった。それがついえた今、世の空気まで変わっちまったみてえだぜ。どこもかしこもさっきだってやがる。もう戦は避けられねえ。龍馬をやりやがったのは鬼の手の侍らしいな。やつは、言ってお前さんの何なんだよ。 Hát, hogy mi nekünk a Demon Claw Samurai? The person I want to save the most. Now, even I know the answer that... Me? Not even I know the answer to that anymore.
They have to be stopped by me. They were my partner. We were a Wailed Edge unit. They? Nem csak ő. Meg kell állítanom. De ez is akkora nagy... Én ezeket nem szoktam jól viselni, meg kedvelni, de ezt mondtam nektek is, és azért is poénkodtam itt ezzel a szavazással, vagy hogy mondjam, a boss fightnál, hogy harmadjára püföljük el a csávót. Harmadjára. És lemegy a fight, egymásra néznek, meg kellett tennem, és sarkon fordul, és így kisétál. És így bazeg. De most komolyan? És ezt harmadjára csinálja a játék. Szóval így, és ez a legtöbb fight ez van, ilyen amúgy a játékban, hogy így jól megmérkőzünk, rommá aláz, aztán nagy nehezen idegbetegen felülkerekedsz önmagadon, megvered az ellenfeled, és akkor a jutalmad az, hogy ránéz, elrakja a kardot, még találkozunk, és így ott hagy, és így akkor a anyád, tehát hogy... Tehát, hogy akkor minek volt? Mi értelme volt a bunyónak? Haló? Akkor inkább ittunk volna egy felest. Azt, aki hamarabb kihányja a nyolcadikat, az veszített. Tehát, hogy úristen. Ah, de bocsánat. Nem ezt akartam amúgy válaszolni, csak kapkodok. Mindenre készen kell állnunk. Riomáért is. Tedd, amit tenned kell, addig is viszlát. Azt jó megmondtad, igazi Koáló a bácsi amúgy. Blatewin Information. A végén pedig megmondja, hogy én vagyok az apád. Beszarnénk. Benne van a játékban a japán agregény Maradoka Magamura is. Fogalmam sincs Aldemaran. Van 40 karakter a játékban. Ne kérd tőlem, hogy felsoroljam. A tegnapi streambe számoltuk le, hogy amúgy mennyi... mondjad már... mennyi karakter van, akit kellene követni és tudni, hogy ki, micsoda, mi az a szándéka, ki kivel, milyen kapcsolatban van, és amúgy is. Ez teljes túl van tolva. Szerintem pont, mondom, erről beszélgettünk tegnap, vagy hát én mondtam, aztán volt, aki helyesett, volt, aki azt mondta, hogy ez nem is játék. Viccán. De hogy kicsit sok a karakter, és fele ennyi is elég lett volna. És akkor talán egy picit magával, vagy így jobban elkapta volna az embereket. Na mindegy. Szóval most döntenünk kell, ha jól látom ismételten, hogy a Revolution, vagy pedig a Shogunate Army bázisára megyünk. Aha. Na, én szembe a Kovácshoz megyek első körbe. Hoppá. Nem számított fordulat. Ez egy nagy argentin szappanopera. Hát ez egy japán szappanopera konkrétan. Donna yodai? Mi hiányzik? Alapanyagok? Hát az látom, az bőven hiányzik. Donna yodai? Akkor diszmentolom. Donna yodai? Kusse. Bocsánat. Ja, ezt ne bontsd le. Csak a lega. Only lega. Hát ha összejön valamennyi, amiből tudunk fejleszteni. Öcsém, itt van lendes húsz szeletelő bárd.
meg a Moonlight Great Sword is benne van a Dark Souls-okból. Hokanyo a naikai? Hokanyo Upgradio Mai Tai. Mehet? Milyen Two Material Missing. Megveszem azt a kettőt, add ide. Pü! Ott van. 382. Donayo Dai. Buyback Sell. Várjál, még egy van, megnézzünk, mit lehet nálad venni. Pólármot lehet venni. Meh. Szerintem olyat vettünk már. Jó. Na most akkor, srácok, lányok. Én teljesen elveszítettem ugye itt a dolgot, mert ugye pont erről is beszéltünk tegnap, hogy alapvetően ugye a végigjátszásunk folyamán főként a sógunátus felé próbáltunk hajlani, és azt a végigjátszást próbáltam követni, hogy a sógunátus oldalán tesszük le a voksunkat. Aztán a játékben lekényszerített, hogy antisógunátusosok legyünk, majd utána, tehát hogy egy kicsit így katyvasz lett az egész. Tehát akkor most miért ad megint egy izét, egy döntési opciót? Hogy mégiscsak amúgy, ha a sógunátushoz akarsz menni, akkor most mehetsz. Én már nem tudom, hogy mi a jó döntés. Na, hogy ha most élne Rioma, és ő elmondta volna a mondandóját, azt mondtam volna, hogy menjünk arra, merre Rioma mondja. Vagy gondolja. FPS, mint olyan, FPS Royal. Szia Réka, hello, hello. Na most megyek, várnak a gyilkos. Urbo utca, az micsoda? De jó játékod, Bisco. Tudjál, van jól. Szóval a következő a kérdés. Mit döntsünk? Hogy menjünk a antisógunátus, vagy let's go to sógunét akkor már végig. Multigame. Oh. Barátokkal játszásunk. Biztos jó. Azt mondja, melyik van közelebb. Az szép. Megfontolt döntések. Megfontolt döntések a cseten. Addig oda megyek. Ott meg van ilyen location. Location. Addig a jelölésen megnézzük a bácsit. Hatalmas távolságokat glájdolok végig. Random emberekkel nincsenek barátaim. Ó, hát ezt átérzem. De jó játék volt amúgy. Micsoda becsúszó szerelés volt. Ide kéne bemennünk? Ja nem. Nem kell a balhé, nem kell a balhé. Nála kell a balhé. Vörös a szeme. Megszállta a démonsz. Meg kell szúrni hátulról. Állítólag, ha a tantót a gerincébe szúrod, jobban lesz. Ó, tényleg jobban lett. Áó. Aztán hülye délényes úristen itt. Micsoda?
Mit lehet? Totálisan nem értem, hogy miről van szó. A chat külön életet él. Én kérdezek valamit, és totál másról beszélnek. Zsír! A communication? Na jó! Nem találtad el, bazeg. Szia Aquila, csőcső, bézú. Szóval chat, a kérdés az volt, hogy mit gondoltok, ha eddig vittünk egy irányba, most menjünk másik irányba, vagy let's go a shogunátus oldalán, aztán lesz, ami lesz. Amúgy 44-es szintű már az a küldetésnek, már föl, hogy elkezd izé felfelé nyomni, ezt nem lehet tartani a tempót. Hú, na az gond, na az mondjuk gond. Tehát ergo kéne mellékküldetést csinálni, vagy valamit, hogy szintet lépjek, mert még nincs meg, tehát 43-as szintű vagyok, a következő küldetés még 44-es a fősztori vonalon, tehát nem lehet végig menni. Oh, ez a játék is kezdi. Oh. Szeretem, amikor belekényszerítenek valamiben. Az első reakció majd általában azt szokott menni, hogy akkora rohadt nélikélet. De most talán még itt még nem járunk, de közelítek. Jó, az is megvan. Jó, a commissions. Edo. Oda tudunk menni. A Moment of Brilliance, ami ja, ott van, ahol a fő küldetés is van, ahova döntenünk kell. Tehát meg tudom ezt csinálni anélkül, hogy elkezdjem a fő küldetést, amit hát mindjárt kiderül. Tudunk-e ide utazni a dojohoz? Nem tudunk oda utazni a dojohoz. Ez micsoda? Thousand Blades. Ez miért nincsen? Ja, mert ott lentebb volt, nem vettem észre. Bocsánat. Ez meg Edo-ban van ez a küldetés. Yokohama, Edo... Van Edo-ban egy pár dolog, meg Yokohama-ban. És így is már megcsináltunk ennyi mindent. Jó. Amúgy... Meg azt akartam megnézni. Szia Tücsi. Nem is sok, amit megcsináltunk? Hát ez az. Hát ez az. Mit kiderült? Nem. Kata, te ezt teljesen kimaxoltad a Gamescode, vagy Mizu? Nincsen cheat kód? Küldd már át a kódlistát. Na, hon van ez? Hello. Csávóval akarok beszélni, more. なかなか腕が立つとみた。少し頼まれてくれんか。な。五条の橋に横と弁慶と名乗る男が現れるのだが、この男侍と見ると襲いかかり。Esténként egy csávó tűnik fel a hídon.
igen, konkrétan mindent megcsináltam, de nem platináztam. Wow. És neked nem lett unalmas amúgy a játék egy picit? Vagy túl repetitív? Inkább ez egy jó szó. Hogy így nem volt túl sok a public order, a mit tudom én micsoda, hogy így mondjam. Nekem nem, mert marhára élvezem a fegyveremmel a harcomat, rohadt menő volt a stílusa, és melyik fegyverrel nyomtad? Polármal, vagy mivel? Diszkrétnek kell lennem. Jó, tökre megy. A diszkrét az az, hogy ne öljem meg. Te cserélje fa kardra. Hogy az anyja minden itt. Ő nem fogja könnyen odaadni ezt a szitut, igaz? Hello, barát! Ez a fura nevű kard, aminek a végén madzag van. Onyx, izé, aha. Onyx, nem tudom én micsoda. Az, ami, hát az inkább ilyen kínai jellegű. This one. Az a Oxtail, nem Onyx, Oxtail. Az. Yes, értelek. Na, diszkréten, barátom, menj odébb. Ez itt a kérés. Csinálni dolgot. Wow. Hogy de jó vagy, bébi! Ujjaj! Nem ma. Bam! Mi történik? Most hirtelen barátok lettünk, vagy what? Bunyós pityút, azt így már innen, jó? Nagyon szép. Szurka piszka. Oké.
haverok lettünk? Nagyon jó. Tehát miután nagyon verem őt is, nem az, hogy meghal, haverok leszünk. Jó. Ennyi. Hook of Five Rings. Aha. Annak a stílusnak a kivégző mozdulata, hogy körbe táncolja az enemit, és közben megöli. Wow. Mi a sikítás tárgya? Nice. Jó, hát ez is megvan. Igen, és akkor van még ez a sztori, vagy mi? A Moment of Brilliance, amit meg tudunk csinálni. Nagyon szépen kinéző cuccot kapunk cserébe, ha jól látom, úgyhogy ez beleférhet. Ide kell jönnünk. Ide. Aha. De most mi van akkor, ha én innen jövök? Miattad sikítanak. Jó. Hát nem nyitottuk ki a glide-ot. Simabara. És akkor ezen a területen amúgy itt is van egy gyors utazási pont, amit nem unlockoltunk. Meg ott van még egy public order. És megcsináljuk most ezt a mellékküldit, amit éppen kijelöltem. Most arra kell odafigyelnünk, hogy a megfelelő emberrel beszéljünk, és véletlen ne egyből lerakjuk a voksunkat shogunátus vagy valamelyik oldalon. Hello! Lootért jöttem adott esetben. Ha lehet itt ilyet kérni, nem mi. Az, na, jó, hát az nincs. Golyó, deszka. Oké, ővele kell ott beszélni. Nagy horkolások vannak. Hello! Imamade, damasi jatte kimashita ga, sorosoro genkai no you desu. Mi történt? Rógai desu ya. Tuberkulózis. Oha! Kyou wa mada mashi na hou desu. Hidoi toki wa, mi o okosu koto sura kanaimasen. It's too late for me now, azt mondja. Aha. Na hát ezek jó felfogás. Így van, minden lehetőséget meg kell szerezni, ami az ember elé gördül, hogy így mondjam. Karada ga omou youni ugokanaku natte kara. Boku wa naishin kuyashii kimochi de ippai deshita. Nakama to motto issho ni itai. Kiriai o tsuzuketai. Nano ni kono yamai wa dou agaitemo naosenai. Dakara akiramita furi o shite onore o gomakashite ita. Desu ga 薬があるならやはりそれにかけてみたいです。私も沖田さんに生きていてほしいです。薬を買ってきますから待っていてください。いえ、僕も行きます。ああ、助けてくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。何かあれば私が沖田さんをお支えします。Közben lemaradtam egy picit, de botnight-nak nagyon szépen köszi a követést. Hello, üdvözöttünk.
Jó, mehet. Mehet a misió. Nagy misionárius vagyok. Jaj. Oké. Okay. I am ready. Ellovagolunk a naplementébe. Igazából ez a játék igazi vége. Várjál, mert én fáradt vagyok, és itt ilyen bénázás van, hogy egy kézzel nem tudok két analógot irányítani. Mizumel úr. Azt mondja, hogy erre. Itt vagyunk. Aha. Értem. Ott van gonosz bácsi. Jó. A gonosz bácsi szereti-e vajon, ha nyillal fejbe lőnik? Hát igazából túléli, szóval az gond. Jó, de meghalt, most már jobban van. Ezt már nem annyira. Mi történik? Hol vannak a kollégák? Ah, itt van az egyik. Jó. Láda, vagy valami hasonló esetleg? Nincs, természetes. Természetes, hogy nincs. Itt van egy gonosz. Hogy ha-ha mia. Nyisz! Oké. Okay. Az is megvan, jó. Ki? Hol? Mi? Hello! Jó van, már éppen staminát próbáltam szerezni, te csicska! Ennyi vagy. Ennyi. Vannak még. Tududum. Meghal. Ki vett még észre? Miért van muzsika? Miért lenne, de gondolom én, hogy innen is be lehet menni. Hello. Mi a tartalma? Bambú, izé, hozé. Kívánok jó estét! Anyád! Meghalt! Oké. Okay. Igen, ott van egy ajtó. Kind of ajtó. Igen, ezen nem lehet bemenni. Aha. Tehát alternatív útvonalat kell találnunk. Ergo. Lehet, de csak lehet, hogy itt le kéne jönni. Itt amúgy le is ugorhattunk volna, de most mindegy, ebben ne kezdjünk el kötekedni.
行きます。やい。Nem látom rendesen, de megoldottuk. Oké, elveszítette a fejét egy picit. Itt is van egy vádikó. Hop-hop, ott vannak a Warrior Samurai Escort Battle Retire meg hasonlók. Na, álljunk meg egy pillanat. Nem itt. Ez most Komali? Mighty Warrior. Ezt kaptam most. Én értem, de annyira me... Akkor már inkább ez, nem? Nem. A Manó vinni el. Meccs lesz mester. Ami azt tudja, hogy finishing attack key, attack the strength. És ez Mighty Warrior, nem pedig meccs lesz, mit tudom én, mester vagy mi volt. Ez is Mighty Warrior-os. Master stratégista. Ez amúgy rohadt jól néz ki, ez a ruci. Handgun perfekcionist. Mighty Warrior. Hogyha ezt várják, akkor be tudok úgy öltöztetni magam, hogy így, és akkor már dupla Mighty Warrior van. Így. És akkor még itt Trusted. Matchless Master, Mighty Warrior-t keresem. Nincs. Átverés. Mighty Warrior. Nagyon jó. Oké, Mighty Warrior szettes. Konkrétan. Átöltözés. Vagyha! Szia kis Berszán, hello hello! Átöltöztünk totális szamurájba. Jó napot kívánok! Ajaj. Azaz, nagyon szép mászások. Ajajajajajajajaj. Nincs jól. Oké, azt mondta, hogy menjek előre. Van itthon valaki? Haló? Kézbesítés? Anyád! Bocsánat, elnézést. Kicsit megijedtem alapvetően. De olyat én miért nem tudok csinálni? Ilyen csingora-csingora vágás. De basz meg, tehát hogy ez vicces ám. Aha. Aha. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy itt most egy picit el fogunk időzni, chat. Erre most készüljön rá lelkeleg mindenki, főleg én. Megyek mindjárt valami. Nincs, az a baj, nincs itt halmi. Kimi no shi ni wa nan no imi mo arimasu.
人残らず犬死にさせると言ったでしょう。リンタロウ。OK。Ti is mindent láttatok? Oké. Okay. Majd mondjátok el, hogy mi volt. Meghalt! Mégsem időzünk el annyit. Mata moja jama sareru nado! Kawakami ni todome o... できればこの手で切りたかったですが、放っておいても死にそうですね。追ってください。そんな畜生。うちへ行くと、ez a videójáték arról szól, hogy bárkivel megküzdesz, az továbbáll. Megint mi történt? Hú, amúgy most már itt tényleg? Most, hogy ezt így beszéljük, ez végtelen idegesítő, de nem? Mostantól ezt úgy fogjuk hívni, ha ilyen van a játékokban, hogy ez a Sephiroth effektus. Köszönöm szépen. Hogy emlékeztettél, Tücsi, köszi. Deja vu! Nem Sephiroth, hanem deja vu. Láttam már a te büdös pofádat valamikor. Ezt fogjuk majd Sephirothnak is mondani 4 év múlva, amikor kijön a következő rész. Én valahonnan ismerlek téged, már nem te vagy az, akit mint a büdös agyon vertünk. Mármint... De ezt annyira trendé kell tenni, hogy te, tehát, hogy ilyen magyar szinten, ez mostantól Sephiroth effektus, tehát, hogy valahányszor egy olyan ellenséggel találkozunk, mi is, meg tehát bármilyen cseten vagytok, ezt lehet mondani, ez a Sephiroth effektus, tehát, hogy órákon át küzdesz, cserébe az a jutalmat, hogy az ellenfél, az miután meg legyőzted, rád néz, hogy... És így elmegy. Ennyi. Na, bocsánat. Igen. És akkor undjetzt, ugye, hogyan én megmondani? Search the hut. Aha. Ott van apja. Idegen eredetű medicínát találtunk. Illetve Hometown Winterclaw és Handel. Mármint nem a zeneszerző, hanem gondolom ide. Trusted Leader Handel. Nem ide kaptunk? De ott van. Bloodgog, Nullify Helmet, Headshot, Key Recovery. Drop rate medicine pills, az mondjuk nem rossz. Az mondjuk nem olyan rossz. Keyblaze duration. Extend the length of keyblaze. Fast swim, nem. Key consumption guarding. Health recovery counter spark. Zoom, nem. Keyblaze duration, nem. Key recovery, critical hit, maybe. Assassination. És a tantó? Blade, flash, key recovery. Max gog. Legyen ez.
csinyadratt a kicsi csere. Jó. Hello, hoztam a feles neked. Arigatou gozaimasu. Ilyen csak őt ne. Mi? Kit? Hogy? Mi? Hogy? Mi? Mi? Ki? Melyik? Mi? Mi van? What? Nani? Mi? Ja, a zeneszerzőt. Ja! Kotono tenmatsu wa kiita. Handöltött. Rintaro no koto wa... Zannen datta na. Hijikata-san wa mekashi... Kusuri no gyoushou wo shite imashita yo ne. Kono kusuri... Mite moraemasen ka? 英語で何か書いてあるようだが、読めんな。俺が売ってたのは家電の薬だぞ。わかるはずあるか。その薬をどうするつもりだ。まさか。病のせいで仲間を助けられないのは二度とごめんです。こんな体でいるぐらいなら、この薬にかけてみます。 Don't worry, I have a good idea who made the medicine. Yes, yes. Anata no osumitsuki ga areba boku mo anshin shite nomemasu. Aha. Na, most lehet, hogy az mégis csak méreg. Megissza. Megissza. Lehet, hogy elveszítünk még egy karaktert. Nagyon nagy karakter elveszítésekben vagyunk ma. Sukunakutomo doku de wa nakatta. Mégsem, mégsem méreg. もし具合が悪くなったらすぐ言うんだぞ。ここまで付き合ってくれてありがとうございました。お礼をさせてくださいね。 Lehet, hogy túléli. Lehet, hogy túléli. Lehet, hogy meggyógyítjuk. Halleluja. 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 Hé, Pancser. Új cuccok? Mutasd ide, mutasd ide! Hé! Ezt a kardot kaptam? Mi volt a kard neve, amit kaptunk? Lehet, hogy... Sírni fogok. Azt hittem, hogy egy nagyon durván jó kardot kaptunk, amit tudunk használni. Nem lehet. Nem. Nem az. Viszont ott a ruha. Clear-headed samurai. Amúgy az jól néz ki, amúgy. Amúgy. Attack, health, recovery, counter-strike, attack. És van-e más milyen clear-headed samurai-os tudtunk? Amúgy. És miért nem? Vegyed föl. Ezt a leborút mindenit mutasd. Hú, baby. Az egész jól néz ki ez a cucc. Az egész jól néz ki. Oké. Z betű. Csak fejlesztéseken nyomkodunk egy kicsit. Itt ez legyen enemy evasion. Még van? Akkor még egyen. Nagyon jó. Már 44-es szintűek vagyunk amúgy. Direct hit, shuriken, shuriken. Állatsuttogósos. Az nem érdekes. Craft Dostering Medicine. Upgraded Performance. Jó, az lehet. Oké. Okay. Szóval itt most az a kérdés, hogy hagyjuk-e ezt a set, ezt a ruhát. Az a baj, hogy most a Mighty Warrior set az megbomlódott. Tehát kettő van rajtunk. Jó, egész jól néz ki ez a ruha. Mert így meg három van, és akkor a set bónuszból elég sok megvan. Az a kérdés, hogy mi ez? Clear-headed samurai. Ilyenből van-e még nekünk? Igen, Archer. Kapjon már a handgun, tehát hogy a set további darabjai megvannak-e, vagy van-e valami, ami olyan. Ott nincs. Clear-headed samurai, tehát akkor már kettőre tudunk menni. Most azt kell még eldönteni, hogy melyik set
bónuszal jobb. Damage taken kevesebb, key consumption. A másiknál meg, hogy van attack, max health-el, 15% health recovery. Hát az jobb. Szerintem az jobb, nem? Ti is úgy gondoljátok? Talán ez a clear-headed samurai bónusz, ez jobbnak tűnik. Nem ez az? Ez az? Oké, okay. Az attack már megvan. Megnézzük mindjárt, hogy mondjuk egy cipőcskébe is van-e clear-headed samurai-os. És akkor attack counter spark is megvan a 10%. Good, it's a good, 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 good. Nagyon nagy szettek. És akkor itt nincsen, itt nem teltünk, de többiből a szett az teljesen rajtunk van. Jó, baby! Ott vagyunk, nagyon nagy level up-ok, és akkor most kéne tényleg meghoznunk a döntést, hát vagy visszamegyünk, de olyat nem csinálunk errefelé, hogy a shogunátus vagy a anti-shogunátus vonalon szeretnénk tovább haladni. It seems that the decision discussion between the shogunate and the new administration led by the Satsuma Choshu Alliance did not go smoothly. Ugye erre emlékszünk, hogy ott volt egy kis érdekesség. Amid the foreboding atmosphere, Ryoma looks for a path to... De Ryoma meghalt, halló. A shogunátusos az itt van, a másik az nyilván odébb van. Csináljuk azt, hogy ha már eddig végig a játékban igazából, amikor lehetett a shogunátus oldalán döntöttünk, akkor most is az legyen? Tehát, hogy egy ilyen fullos shogunate végigjátszás? Mit gondoltok, chat? Addig én iszom. Menjen a shogun? Évi azt írja. Mehet. Do it. Hirtelen egyetértések. Pillanat. Az nem annyira fontos. Úristen, Skull and Bones. Tyű. Season 2. Chorus and Havoc. Atya úristen, dive into season 2. Enhance your armada with ship upgrade and fleet management. Ta-ta-ta! Nagyon durva, nem? Ti is kaptatok ilyen e-mailt? Na. Na az. Jó, irány a shogunátusos döntés. Azon a vonalon megyünk tovább. Na várj, még mielőtt itt ebbe bele. Tehát alapvetően magával a shogun csávúval közepesen van problémám. Annyira nem volt gyökér meg izé, tehát hogy jó fej volt. De ez a csávú, aki meg itt van, amúgy meg itt, akik ugye megcsinálták a rendőrséget, az mondjuk nem volt annyira szimpi. És a másik oldalon kik vannak? Itt van még Kata? Itt. Hát mondjuk ez hülye kérdés, hogy mennyire számít, hogy mit gond, melyik oldalt választom, nyilván számít, csak hogy kíváncsi vagyok, hogy te mennyire ha lavíroztál, vagy mindig egy oldalon döntöttél? Vagy volt, hogy ezt, vagy holt, vagy azt? Demokrácia van, szóval a streamer dönt. Én hol ez, hol azt választottam? És nem lett még inkább egy katyvasz az egész? Sztori ügyileg, mert itt én próbáltam a legtöbbször ugye shogunátus oldalon dönteni. De most úgy közepesen vagyok biztos a abban, hogy azon kellene amúgy tovább menni.
Az a baj, hogy a Riomával már nem tudunk egyeztetni, hogy ő mit gondol, meg ő mit szeretne, mert ő hát ő, tehát, hogy meghalt. Ugye ott vannak a legények, akikkel meg kéne beszélni. És akkor itt kik vannak? Ott vagyok? Ja, de még nem is ott vagyok annál a résznél. Hol valakivel beszélni kell? Jaj, hogy ti gonoszak vagytok! Ó! Ó, wow! Ó, wow! Volt. A végén te a shogunátus mellett döntöttél? És mi miatt? Csak kíváncsi vagyok. Hello, megmentettem a szaros tyúk szaros életedet. Nagyon sok pénzt kéne fizetned, kösz. Már nem tudom, hogy hát mondjuk ha te mindent megcsináltad, totál más volt a sztori kimenetel akkor ezek szerint, hogy Riomát illetően, meg valószínűleg akkor másokat illetően is. Nem volt szimpi a lázadásos megoldás? A shogun amúgy nekem is az a fiatal gyerek az úgy egész szimpi, tehát vele nem volt úgy probléma. Jól megküzdöttünk, meg amúgy alapvetően, amikor a trió már felvázolta neki, hogy mit kéne csinálni, ő hajlott arra, hogy úgymond a shogunátust elengedi, és akkor egy új kormány jön létre, csak ott aztán ugye volt némi érdekesség, meg egy kis csinyadratta, és akkor ő onnan eljött. Ezt csak itt beaktiváljuk. Hát nem tudom. És akkor itt vannak a legények. Aha. Van itt kovácsos. Irasszai! Nano jó? Tudunk nála venni egy odacsit. Tök jó. Bugu no koto nara nan demo soudan shite ne. És akkor még lehetne amúgy fejleszteni a cuccunkon. És az mit emel rajta? Hoka ni mo aru? Ja, csak a defense, így ennyi? Ja, nem, a izét is emeli. Nem, azt nem. Pittari da jo. Hmm. Na jó, bocsánat, csak eljöttem ide is, hogy itt így szétnézzünk. Itt van bent elvileg, vagy vannak bent, akikkel beszélnünk kéne. Ha? Aha. Hát én nem tudom. Az a baj, hogy egy kicsit úgy mindkettő, nem is az, hogy szimpia, mindkettőnél látom azt, hogy úgy miért azt választaná az ember, ha értitek. De ha már úgyis shogunátusosat döntöttünk végig, akkor arra megyünk, most csak így eszmét cseréltünk, meg szétnéztem, megnéztem őket is. Igazából ennyi. Szia Meta, hello, hello. Nyom. Nandai ho! Lehet, hogy meg kéne csinálni amúgy ezen a területen ezt itt, nem? Ezt a public order-t. Nem, mindegy.
Mi is egymert áll? Azt nézd meg, már megy a nagy cigizési. Én így közlekedek, most akkor mi van? Feltörlöm a padlót. Ez itt még nincs beaktiválva, azért nem tudtunk ide gyors utazni. Jó. Na jó, hát mi letesszük akkor a sógunátus oldalán a voksunkat, aztán meglátjuk. De jó, pihenés van, ha hajrá, hajrá. Sakamoto-no koto wa munen datta na. Anna ketsumatsu wa ore datte nozonde inakatta. Kono ue wa ore ga shinsen gumi ga ue sama wo mamoru. Ore wa sono kakugo wo arata ni shita. Omae mo wakatte iru na. Iyoiyo satchō to no kessen no toki da. 数では我ら幕府軍が優勢だが、奴らを甘く見ているわけじゃない。お前にはお前の戦う理由があるだろう。だが、ここが正念場だ。こたびの戦、俺たち新選組と共に戦ってくれ。新選組。Mad。礼を言う。礼を言う。お前が共にいれば、新選組に敵はあるまい。上様は初戦から全力で攻め、すぐ上着に持ち込みたいと仰せだ。お前の役目は敵の本陣を吸収することだ。頼むぞ。この決戦を制し、俺たちは英雄となる。さあ行くぞ。Okay. Megtámadjuk a bázisukat. Nagyon jó ötlet. Valószínűleg nem lesz nagy vérengzés, békésen megadják magukat, mert meglátják, hogy mi többen vagyunk, és erősebbek vagyunk. Ugye? Na ne! De ezt is elagyabugyáltuk már egyszer. Uwasani kiku samurai tashi to tatakaeru to wa kouei da. Matte ita zo. Ore wa shinsen gumi no Kondo Isami da. Waga denshu tai wa mou tatakai no junbi wo oete iru. Oh, wow. Tényleg vagyunk egy páran. Itt meg a shogun. A fiú. Shokun! Chōtei yori tōbaku no chokumei ga kudasareta. Ima ya warera koso kangun. Tokugawa wa zokugun to natta no da. Tsui ni yatta ne. Yatto mukuwareta tte mon da. Kenmei wa warera ni ari. Teki wa mohaya ugou no shū de goasu. Tsuji! Hűha! 薩長 を中心とする新政府軍、旧幕府軍による最後の戦い、戊辰戦争の幕が上がった。Na itt van a se... már mint a tesó. Tesó. Majdnem seggfejet mondta. Hát nem hiszem el. Mehet. 1868. A tobai csata. Fushiminnál vagyunk amúgy. Let's go! Kampai! Vagy mit kell mondani? Hello! Anyád, 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 te hülye! Aha! Azt úgy, láttuk amúgy, hogy mit művelt? Konkrétan leglángszóról. Basz meg! Melyik az? Gyerek! Persze! Büdös mindenedet, te gyökér! Sushi!
Ott még van egy gonosz, azt tudjuk már meg. Vagy mint hogy nem gonosz, hanem egy fiatal japán úriember. Jó, mehet. Jó, ott valaki elveszítette a fejét. Kit kell lőni? Melyiket? Hé, miért nem lősz? Ó, te! Kifajott, valami hülye kilőtte az összeset. Hű! Ágyúzni is lehet, very big. Ute! Bam! Hát mindenki kapja konkrétan. Bam! Bam! Te gyerek, hallod? Jaj, ne, még! Te még, puk-puk! Ott van még, nem bírok ráfordulni. Hogy nem kapja amúgy a kolléga? Jó. Még valaki? Gyerekek. Itt is hol vannak a formidable fókamnak? Itt mindenki meghalt. Aha. Ők is meghaltak. Túloldalon, nem, ott nincs senki. Jó, hogy arra felé kell tovább menni. Hát jó. És itt még lehetnek elrejtve katonákok? Na, de tó? Hát, te hogy került ide a pajti? Rosszul van az egyik karakterünk. Mármint, hogy ott, itt, ahol én vagyok. Ott így pi villag. Ő sem volt formidable foe. Oké. Bam. Hozzávágtunk egy kardot. Az már ott formidable foe, az a nagy fiú. Come on.
valaki ágyúval játszik, ez nem szép dolog. Vagy visszanyal a fagyi, ugye ilyenkor azt is lehet mondani. Teljesen jogosan. Te ne ugorj már bele a tűzbe, te teljesen hülye NPC. Bam. Aha. Ha hello. Te meg? Az igen. Hol van az én karakterem? Na, a nagyfiú. Aha. Nyomja. Nincs semmi nem amúgy. Ezek a delay atakok nagyon szeretek. Persze, hogy elértél odáig, te nyilván elértél odáig. Teljesen normális. De bocsánat, kérek meg egy hamburgert is, tehát hogy... A pali nem lehetne, hogy mondjuk, hogy elfárad? Tehát, hogy így mondjuk meg lehessen szúrni, meg egy ilyen... Köszönöm. Még ebbe se halt bele, tehát, hogy azt azért jegyezzük föl neki. Hogy az anyád büdös minden itt. És ő sem volt Formidable Foe. Azt... Akkor ki az? Szia, Enci. Do not understand. De várjál, hogy most ott van egy pont, meg ott van egy pont. Valami van ott fönt, kérdőjellel. Okay, megvan. Ó, hogy az anyád, te pirománd barom. Örülnék, ha közben ez a csávó amúgy nem játszaná a kemény legényt. Bam. Megvan. De most vajon oda föntre kéne elmenni első körbe, vagy arra kéne menni első körbe? Tehát itt van egy kérdőjelünk. Ez ott fönt van. Innen vagy onnan? Onnan vagy innen? Ott van valami létre, az mi köthet? Ez nincs HP töltőn, bazeg. Ezt hogy gondolta a videójáték? Amúgy bedob egy boss-t. Csak kérdezem. Nem gond, csak kérdezem. Nincs HP-m, nincs staminám, semmim nincs. Jó napot? Haló? Fűtös minden itt neki. Na, aha. Azt hiszem meghaltam. Ha?
Szerintem itt valami checkpointnak kellett volna ám lenni. Ha engem kérdeztek. Még egy halott? És jön a utolsó is. Bam. Ezt mondjuk így nem annyira tartom korrektnek, hogy szét izél itt ilyen non-izékkel, és akkor utána no checkpoint és semmi, és akkor jön két boss. Azt így váj. És most a pálya legelejéről. Még jó a kamera, örül. Minek örüljek, Fire Dragon? Mit szeretnél ezzel mondani? Na, szóval ott tartottunk, hogy ez a két hülye gyerek. Azokat kéne megütni, csak vannak még itt rajtuk kívül páran. Először azokat kéne leszedni. Hogy? Miért? Ki a... Ezt melyik hülye idióta japán találta ki? Kicsit behan pörög a csávó. Az igen. Szép voltam, hogy ez a mű. Ez hülye, bazd meg. Akkor most elfekszel, jó? De hogy végleg elfekszel, most. Nem. Baszd meg ez a játék, de komolyan. Itt senki nem hal meg. Van egy háború, amiben senki nem hal meg. Az sok HP volt. Dugni. Nagyon meg kell dugni. Gyerünk, let's go! Au. Aha, az jó. Ő megdugott, ő dugott meg. Semmi baj. De hogy létezel ennyi HP-val még mindig? Kapd el a nyilvesszőmet, hülye gyerek.
Aha, adott ilyen legendásos cuccokat. Jó. Hű. Egy medicine pillt is kaptam, az jó. Kaptam amúgy valami fegyvert is, ha jól láttam. Legendásos vonalon. Aha. Szabját. Egy szabját. Japánban vagyunk, bazeg. Ne szabját adjál, hanem katanát! Jó. Tehát, amúgy térképre visszatérvén, itt most elfoglaltuk ezt a positiont, hogy így mondjam, és legyőztünk itt kettő kollégát, hogy mehetünk tovább, törhetünk tovább előre. Ti barátok vagytok? Jó, nagyon helyes. Lehet puk-puk? Mehet a puk-puk? Én tudom nyomni puk-puk. Figyelj. Hol az enemy? Kit kell lőni? Á, hogy itt van a izé amúgy pont. Sziasztok, helikopter, hello, hello, hello. Jó. És akkor az irány, amelyre mennünk kell, az arra van. Elvileg. Pi 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 pi. Még mindig nagyon fura. De most az a kettő, az meghalt amúgy szerintetek? Vagy most ők ott így parkolópályára leültek, hogy kiestek a játékból, mert a szám háborúba beolvasták a nevüket. Mert tök jó, hogy ott amúgy itt így le lehet állni bunyózni, csak nincs értelme, én nem látom értelmét. Várj, itt is van. Aki kettő, aki velünk van, ott van a izé. Saito. És amúgy megyünk ugye oda. Jó. Te miből van a csávó, bazeg? Hány nyilvesszőt evett meg? Mindet. Tehát konkrétan. Ugodj le egy sörér. Baszd meg. Jaj. Jaj. Hát de csaptatok volna valami zajt, hogy itt vagytok. Fajtás. Én szóltam. Nem ma. Jól bírja amúgy a csávó. Na jó, megölni. Megölni. Gyerünk. Utcu. Miért nem támad az a két paraszt, aki velem van? De most komolyan, bazd meg! Tehát hogy lehet ilyen idiotizmust belerakni egy videójátékba? Tehát akkor miért vannak itt? Az istó, büdös minden itt neki. Szia, Konang. Cső. Na mi a pálya? Jó, sikerapupiripupupup. Nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot, pörögjenek a hype-ok. Köszi, köszi a támogatást. Köszönöm szépen. Nagyon nagy vagy. Very big. Oké, okay, menjünk fölfelé. Na. Észrevettem. Meg akartam szúrni a pajt itt, de nem jött be. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Valóban sem voltak okosabbak? Hát én már látod, kitöröltem az emlékezetemről. De valószínűleg így van. Hát ez meg rám kerázott egy nagyot. Le fogok esni. Nem, ő fog leesni. A feje esett le.
Mi újság, Razor? Azt mondja, hogy hol tudunk itt fölmenni? Kérdezi a költő. Lehet, hogy van egy titkos barlang? Nincs. Jó, hogy én ennyire széllen vagyok. Ó, így már értem, hogy miért nem tudok itt fölmenni, amerre menni kell. Nagyon elkalandoztunk oldalra. Mondjuk ide lakhattak volna egy létlát. Ha már így a térképet nézzük, hogy itt így feljövök, itt átjövök, itt erre és ott vagyok. Hát ezt ott így meg lehetne mászni, az jó volna, de nem lehet. Na se baj. Akkor erre felé veszük az irányt. Defeat formidable foes. Hát leszállni a lóról. Leszállok. Miért van ezeknek ennyi HP-juk? Öcsém. Imádom, hogy közben amúgy oldalról lövöldöznek. Igen, ők azok. Komolyan mondod, hogy úgy kanyarba lőtt az ágyú? Azt most ugye nem mondod komolyan, mert összeszarom magam. Azt ugye mindenki látta. Animációval mentettem ki magamat a sávából. Isten, légy vendégünk. Wow. És itt végignézi ezt az egészet, ez a két nyomaranc. Kezdem bánni, hogy nem a antisogunátusba mentünk, mert hát ott értelmesebb barátokra lehetünk volna, de most már mindegy. Hát ez a senior amerikánszki, vagy nem tudom, britenszki, vagy mit tudom én, honnan gyűjtél. Ez is csak sakbábú a táblán, ami nem csinál semmit. Na, checkpoint. De még van valahol kettő, három formidable, nem? Vele is csak többen vagyunk, így van. Hú, de rohadt éhes vagyok. Ezt most csak így lábjegyzetbe gondoltam, megosztom veletek, bocs. De az ugye, hogy kanyarba lőtt az ágyú? Ott van egy fiú. Ott van két fiú. Súsi, közben nagyon-nagyon szépen köszönöm az Attack helikopternek ajándékozott szubot. Köszönöm szépen a szupportációt és a támogatást. A közösség nevében is. Pörögjenek a giftemótok, a hype-emótok, amelyik szimpatikus. Pergessétek meg. A szamurájemótokat is lehet pergetni. Valaki a hátunk mögött akar észrevenni. Ki? Mi? Nem?
Ja, az, akire lőni akartam, annak az indikátorát hátam mögé rakta. Aha. Meghalt. Meghalt. Van itt egy takasuki. Ez az? Vajon? Nem. Klacs. Ő lesz az. Igen, igen, ő az. Aha. Na, hát ebből zérót találtam el timingra. Dead. Mégsem dead. De mi lenne, ha engednél healenni? Végtelen menő movesetje van a Palinak. Au, 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 ez fáj, 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 csiki, csiki. Na, nyugodjál meg. Nyugodjál meg. Hogy lett kettő? Azt nem tudom. Megvagy. Todome o sasanai no ka. Hihi. Három. Szia Molly. Na, mizu 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 mizu. Hogy vagyunk? Vége a napnak? Jó estét kívánok! Itt loot nincs. Csak sikerült hazásni. Na helyes, 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 helyes. Fagylalt van otthon? Szia Krea! Csőzet! Na, csak összejött a Raze Bruce Banner. Jó, jó, oké. Azt mondja, hogy arra felé, fölfelé kell mennünk. Tehát most már elérünk oda. Itt hagytam el valahol ilyen Formidable Foe nevezetű fiatalember? Nagyon gyanús még, mert ez már itt ilyen... Ja, nagyon boss jellegű. A Katsurával vagy kivel kell majd megküzdenünk, meg a másikkal, a nagy fiúval. Kettővel egyszerre mi. Fagyja az mindig van. Ah, igen. De itt van közben a Shogun. You fucking kidding with me. Hoppá! Az ott meglepetés. Állj, stop, Jogi! Pillanat, csak nagyon fontos üzenetet kapt.
Na jó, hát komolyan este 9-kor bazeg. Azért vannak határaim, de tényleg. Mehet, boss fightos. De bazd, ezt lövöldözik a paraszt. Jó, akkor ő vele kezdjük. Jó, hogy nincs nominem. Fejezd be. Lefejezte, jó, oké. Hülye. De az miért nem volt peri amúgy? Hú, de nagyon rossz. Amit csinálok, úgy értem. De most mit? A pisztoly lövésre kéne nyomnom a gombot, vagy a... Ez meg. Nincsen staminám semmit se csinálni. Menj már! Ja, hogy már nincs HP töltöm. Aha. Megint sok mindent látni amúgy. Édes Istenem. Szerintem ezt most itt nem fogjuk megoldani. Említettem nektek, hogy szerintem egy kegyetlen idióta ütlet volt ez a sok enemy egyszerre és sok mit tudom én micsoda egyszerre. Mert ha nem említettem, akkor most mondanám megint. Katyvasz, agyfasz. Ezt tudom mondani, bocsánat, a kifejezésért. És mind a kettő engem aggrózik. De mibe ment el a staminám? És közben folyamatosan lő, és megállás nélkül... Ó, hogy az anyád büdös picsáját már játék. Ezt egyszer nyomtam a izét. Hello, itt vagyok. Rájött, oké. Nem kellett volna neki szólni. De baszd meg, de mi történik? Nem látni se a büdös picsába, hogy hogy lehet ilyen cseszett hülyeségeket csinálni. Ütni orba valaki, aki ezt, de nem játszottak ezzel a részével például? Tehát nem ült le valaki és azt mondta azt, hogy hát srácok, ez itt egy katyvasz. Ezt így lehet, hogy nem így kéne. Nem érdekel már, régen engedtem ezt, Veldúf. És ha már felcseszi a játék az agyamat, hagyj egy kurva anyázzak már így rendesen. Már bocsánat. Ah,
háromból nullát sikerült perizni. Agyatlan. Jól láttam, hogy van egy hiba a játékban? Menjünk már ki valahova a sarokból, ha lehet kérni. Kitalálta a heavy attackra teszem a perit. Nézd meg. Utolsó happy. Valaki nézte, hogy körülbelül hány percen keresztül volt neki ki Blaze-e, vagy mi volt ennek a neve, annak a képességnek, hogy nem fogy a ki-je. Control BKV, nagyon szépen köszönöm a 7. hónapot, köszi szépen a supportot. Hype-oljuk meg, csak. Tehát neki nem fogyott a ki, az a tüzes kardos effekt, vagy hogy mondjam. De... Mocsok, büdös. Az hogy nem? Hogy? Jó, bassz meg. Tehát, hogy a szarnak ad a kezét. Hát ez egy vicc. Tehát konkrétan semmi nem az történt, ahogy én azt így timingba nyomtam. Zseniális. Miért adnak az embernek kontrollert a kezébe, fejlesztők néha, azt nem értem. Inkább vetítse le, hogy itt mi történik. Na jó. Másik kedvenc, hogy nem bírom kijelölni a csávót, aki lő először. És emiatt kapok két lövést, mert nem lehet normálisan irányítani a játékot. És most a aggrót váltott, majd visszavált. És nem megint semmit nem vett be abból, amit nyomtam. És nézd meg, nem bírok mozogni, megint fél HP-m elment, egy HP töltő, megint elment. Tehát, hogy így, ez így nem játékélmény, hogy arról szól, hogy amúgy bejárok ide hílálni. Staminám nincs, neki végtelen van. Azaz kúrjuk már meg, mert most már barom idegesítő a palán. Hmm.
行きましょう。でも、なんか、見たことない。でも、なんか、見たことない。でも、なんか、見たことない。でも、なんか、見たことない。でも、なんか、見たことない。Hogy tessék, baszd meg! Hogy tessék! Hát... It's a fucking joke, ugye? Na, hogy megvegyétek fél áru felett ezt a játékot. Fillére nem ér többet fél árnál. Súsi közben köszi a Marcinak ajándékozottan. Köszönöm szépen, Súsi. Hát egy tündér vagy, vagy kettő, még nem tudom. Köszönöm. De az hogy? De miért? Miért? Beszéljük már meg, de akkor mondod azt. Az ott amúgy konkrétan Perinek kellett volna lennie. Annak is. Elugrott, és csinált egy ilyet. Oké, értem. És ne szokjak rá a kemény drogokra, de komolyan. Az Peri volt. Az büdös élet, hogy jókor nyomtam. De mi a fasz történik? De ne haragudjatok már! Tehát össze-vissza megy az agro. Nézd meg, egyet rám lőtt, egyet a másikra. Erre hogy reagálsz? Hú, nagyon rossz. Hú, de nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz. Jaj. Aha. Azt végig láttuk, hogy ugye hányat tudott ütni a pali. Ugye?
私が必ず良くしてみせる。Ez pont a szintünknek megfelelő küldetés. Ennyire nem jól fejlesztett, vagy nem jók az equipmentjeink, vagy... Mi lehet? Az is nagyon durva, hogy mert most itt nincs ilyen csávó, kivel a ninja, akitől lehet venni a cuccokat. Tehát, hogy még csak azt sem tudom, hogy most itt felbuffolom magam gyógyszerrel, vagy mi az Isten a neve. Nagyon érdemes nézni, hogy mit csinál az NPC. Wow. De annyi szület nincs a támadásaiban, hogy miután végig nyom rajtad egy támadás sorozatot, amit ne adj Isten túlélsz. Tehát, hogy itt végignyomott egy nem tudom hány ütésből álló támadás sorozatot, amit hát... Sajnálom, de túléltem. Föl kell a karakterem, megnyomom a HP-t, vagy hátrébb akarnak menni, és nincsen rá idő, mert már támad az enemy. Tüzes izét én most. És megöl benne, megküldök komolyan. És nem adja be a megszúrást. Ez szép. Hogy lett nulla HP-m két ütésből? Ne kamuzzál már! Ja, hogy ég a karakter. Kettőt rámüt, azt menjek anyámba haza. Na, pontosan, tökéletesen megmutatja a játék most, hogy mi az, ami nagyon rossz benne, tehát, hogy pont a jó fight rendszere, mikor megy át egy teljes katyvasz agyfassza. Tehát, hogy ezt nagyon benézték szerintem. Ez, az én ízlésemnek ez nagyon off. Képzeld már el, hogy a From Software berakja mondjuk a két-három boss-t, tehát, hogy megcsinálták, hogy két boss-t beraknak egy helyre. Mondjuk ugye mi volt az a apostol, vagy mi az Isten volt. De képzeld már el, hogy mondjuk annál cifrában nem boss-t így berak kettőt, hármat, és így egyszerre így csináld meg. A Gatskin duo, azaz. Csak mondjuk ők ennyire azért nem pörögnek szét. Vagy nem tudom, tehát hogy teljesen más a ritmus annak a játéknak, mint ennek a játéknak, meg a fight mechanika is teljesen más. De hogy így... ここまで来るとはね。
Egyszer nyomtam meg a nagy támadásra, mert ugye a heavy atakon. Már nem lehet perizni a csávon. A perirek is semmi értelme nincs, tehát hogy semmi... Nagyon ritkán van az, hogy büntetve van az enemy, hogy jutalmazva a játékos azért, hogy valamit jól csinál. Nézzek, nem bírok megmozdulni, nincsen staminám, nem tudok megmozdulni, benyomok egy hát. Most ősz fegyörölődik, tehát nagyon ritkán van ilyen. Nem látom, hogy ki ellen és mi az Isten kéne csinálni. Igen, volt a Gárgol duó is, de mondom, most nem jól jött át a példa, de igen, tehát tök más a két játéknak a rendszere, és emiatt nem lehet így összehasonlítani. Hát ez aztán játékélmény. Aha, persze. Srácok, de most már túlestem azon a ponton, hogy már hogy idegeskedjek, inkább az a bajom, hogy tehát nem látom, hogy meg fogjuk tudni ezt csinálni. Meg hogy hogy. Tehát annyira agyatlan, ami itt ez itt így van, hogy így nem látom. Jó,
Jó, hogy már leverte az a csávó. Ez akkora kamu az a... Büdös meg, kamu. De most ki ellen harcolok, mert hogy nem tudom követni, de komolyan már, hogy értem, hogy ez a kettő, csak hogy most éppen kitámad, ezt a pisztolyos izédet fejez már be, meg kurva idegesítő vagy. Csicska kacura. Ennyi eszed van, lövöd a fát. Hülye gyerek. Ja, hogy most a másik is rám agrózik. Aha. Tök jó, hogy van másik két karakter amúgy a pályán, rajtam kívül. Majdnem jó. Majdnem jó. Majdnem jó. Anyád nem tanított meg modorra, te idióta. Másik két NPC-nek van valami haszna. Néha leveszik az agrót az egyikről. Mármint, hogy tehát ugye kettően boss van, és hogyha nincsenek ők, akkor mind a kettő terád jön. Tehát az egyiket néha egy leveszik. Azt, hogy ott őt vele mit csinálnak, azt hagyjuk. Tehát, hogy vele mit csinálnak, azt hagyjuk. Ez a pajzsos hülye gyerek, ez konkrétan, tehát, hogy ez egy kapufa, teljes kapufa, mint koncepció is. Konkrétan, tehát, hogy így... Érdekes módon rohadt nagy menő csávó volt, amikor ellened harcolt az a pajzsos gyerek. Most megérted, semmit nem csinál. De azt fixem. Arra, hogy nem szegerülöttél most be! Csicskac ura! Ezt a három lövést, ezt jegyezze meg mindenki magának, hogy mi történt. Játszhatatlan ez a rész. Konkrétan játszhatatlan. Én ezt nem értem. Hát, hogy ezt... Hogy mondták, hogy na, ez így jó lesz, köszönjük, kedves csapat, aki ezen dolgozott. Hát nem lehet perizni a faszopót, mármint, hogy...
elvileg Pisti még játszik amúgy ezzel a játékkal. Ha egyszer eljut idáig, ezt annyira kíváncsi leszek, hogy ő itt egyrészt ezen az oldalon választ, ezt az oldalt választja, de valószínűleg nem. De hogy gondolom ott meg akkor a másik kettővel kell megküzdeni, tehát ő vele meg még egy... Ő vele meg a másikkal a nem tudom a neveket. Fogalmam sincs, azzal a kettővel kell egyszerre megküzdeni. Erre nem azt mondják, hogy nagyon japán, erre azt mondják, hogy ez az idióta. Tehát, hogy ez... Én tényleg nem gondolom azt, hogy... kimagasló képességeim lennének videójátékkal kapcsolatban, tehát, hogy average vagyok, az biztos. De nekem azt nem magyarázod meg, hogy az összes japán, aki ezzel játszik, az ennél... Tehát, hogy mindenki átlagon felüli reflexekkel és gaming izével rendelkezik, mert ezt nem veszem be. Tehát, hogy ilyen nincs. Tehát semmi másról nem szól a fight, mint hogy folyamatosan kapod, és amikor éppen van egy másik másodperc szüneted, akkor healelsz. És ennyi. És vége. Úgy kaptam pofont, hogy a másikat támadta. Wow. Kegyetlen. És megint nem tudok elmenni, hogy híleljek. Tehát a sprint hátra meg a dodge az nem elég, baszd meg. Semmit nem látok most. Tehát, hogy az elmúlt 30 másodpercben semmit nem láttam, hogy mi történik. Egy ilyen teljes katyvasz, egy ilyen effekt, hogy mindenhol minden van. Követhetetlen rakásfos. Hú, baszd meg. Most elbizonytalanodtam, hogy érdekel-e már egyáltalán ennek a játéknak így a vége, úgyhogy így van-e értelme játszani, hogy így meglássuk, hogy mi a vége. És, ha még ezek után ezt a kettőt elagyabugyálod, és nem meghalnak, hanem fogják magukat és odébb mennek, én komolyan mondom, hogy rage quit, és most vagyunk 90%-nál, vagy mennyinél, de úgy fogom letörölni, hogy nem érdekel. Tehát, hogy mi ez a magyar rizik, Magyarország, hogy következmények nélkül lehet bármi? Tehát, hogy bazd meg, tehát ez vicc. Az is lehet, hogy nem ő vele kéne kezdeni. Haló? Ja, neki széttörik. Aha, értem. Ő nem ragad be, én beragadok. Aha, jó. Minden egyes alkalommal hamarabb. És rámagrózott a nagy darab, mert miért ne? Másikat támadta, és én kapom. Aha.
暇はなか。一気に蹴りをつけた。カズヤさん、行きましょう。Aha! Jó, hogy ő így fölvett egy izét. Azt most láttátok, hogy mi történt? Hogy hátulról rámagrózik a másik a semmiből. Megkérdeztetem, a ennek miért van. Wow, oké, okay, semmi. Minden nincs több kérdésem, bíró úr. Jó, próbáljuk meg a legelejétől kezdve a nagyot ütni. Hát ha azzal hamarabb végzünk. Tudjátok, mire lennék úgy kegyetlen kíváncsi? Itt van még Kati. Mi lehet a... Befejezted a sztorit, arra van ugye gondolom egy achievement a játékban. Vagy a PlayStation-en. Vagy trófea, hívjuk trófeának. Baromi kíváncsi vagyok, hogy hány százalék fejezte be ezt a játékot. ~20%? Transfer of power... Mi lehet annak a címe? Cheater Beater. Count of cheaters while playing... Ez nem az. Mert nincs itt. Nem baj. Mastered one of the four stat type. Ez 15%. 55-ös szín. Complete all bond missions. Defeated enemies using every weapon. Collected all cats. Azok megrejtettek. Ó, bocs, most csak legalább egy kis szünetet tartok, úgymond, de... Olyan kíváncsi lennék, hogy hány százalék játszott a végig amúgy a játékon. Mert szerintem ilyen... 30% nem biztos, nem több. Azt szokták mondani, hogy néha érdemes váltani. Mert egy új dolog születhet meg. A Polar volt az, ami olyan, ami így izgi volt, nem? Izé helyet berakjuk. Nézzük meg. Jó, és akkor azt mondtuk, hogy a nagyot? Próbáljuk meg. Bár úgyis lövöldözni fog rám a izé. Nincsen ilyen zokni, az nem. Wow, nagyon menő nézett ki azt, hogy semmit nem lehetett látni. Felizni sem lehetett nagyon. Szerintem ott jó volt a timingom, nem baj? Mi történik? Mi történik? Megint hílenek. Én nem értem. Ezt most... Nekem nem magyarázzátok meg, hogy egyszer nem sikerült jó időben nyomni. ~40%, az mondjuk sok. Nem van valami. Ugh!
Hát, srácok! Én nem tudom. Esélytelen. De még csak buffom sincs, vagy semmi, érted? Az fixen jó peri volt, ne kamusz. Hogy tessék? Hogy mi a mocskos csalós? Hogy tessék? Sok élete van, csak mondom. Persze, hogy átváltunk. Büdös kamu vagy videójáték. Egy undorító csalás. Az várra bement az a peri jókor. És megint nem tudok megmozdulni, és nem tudok semmit se csinálni. Hát ez egy nevetséges. Jó, amúgy ha fel fogom kúrni magam, és már nagyon közel járok, a következő streamben az lesz, hogy levesszük sztori nehézségre, és csak végig rassolok a játékon. Letöröljük és beintünk a középső ujjunkkal. Tehát, hogy azért ne hülyéskedjünk már, bazd meg. Semmi staminám nincs. Bassz meg. Nem meg gyöngyök vannak. Az hogy nem volt megint Peri a kurva mindenit neki? Nem tudom, miért próbálkozom amúgy. Bassz meg. Melyik találtak részt, ez komolyan. Mindenért te, mint játékos, büntetve vagy. Mindenért. Ezt azért mondom, mert a Perinek nincsen előnyöm. Hogyha blokkolok, fogy a staminám extrém módon, mert ugye akkor a staminámat üti. Ő neki nincsen staminája. Végtelen HP-val rendelkeznek.
Tehát, hogy teljes agybeteg, ami... És átlő a saját a haverján a pali. Nem lehet megcsinálni, vagy meg. Akkor hílenek. Mi lenne, ha a játékokat nem e-sportolókkal tesztelnének, bazd meg, de komolyan. Ha nem odahívnak egy casual player-t, aki mondjuk így játszik a játékokkal néha. És miért ugrál az enemy-nek a... hogy kire támad, vagy lokkolok, na? Rám jött a másik. Ezt én nem nyomtam meg, de persze. Remélem sok mindent láttok ti is, mert én sem. Jó, még egy pár szó próbálkozunk, de valószínűleg ez volt ennek a játéknak a végigjátszás vége nálunk. Vagy én nem tudom, tehát, hogy... Ezt... Volt már, hogy nehéz dolgokat megfájtoltam meg minden, de... Gyűlölöm, amikor idiótának nézik a játékost, a fejlesztők. Ez erről szól. Nagyon vicces lesz, most ide berakjuk ezt a két ember. Jajaj, nagyon jó lesz, a vicces, ez tök jó. Ez kihívás, nem kihívás, agyatlan katyvasz, ami itt van. Milyen érdekes, nem? Jaj, egy HP. Oh, shit. Mi? Bukács már vissza. Detti! Hello! Nagyon szépen köszi a tízest! Hype-oljuk Dettit!
Hogy vagy, Detti? Mi újság? Ezt mindenki látta, hogy mi történt. Amúgy közben. Tehát, hogy így harcolok egy, az egyik bosszal, a másik meg fogta magát, és így, ja, amúgy, akkor most így rádagrózom. Volt HP, nincs HP. HP töltő Nuku, itt vége van az egésznek. Édes Istenem! Mi történt? Mit? És vége. Kegyetlen béna, kegyetlen átgondolatlan. Hát... Ez nem jó. Ez nem jó, de legalább rossz. Lehetetlen lőni, bazd meg ebben a játékban. Ja, értem. Tehát amit az most akkor én ellenem van, vagy... Nem úgy értem, hogy nem az kellett volna, hogy ő kapja ezt az áramizét, és akkor neki rossz vagy. Tehát, hogy én nem tudok. Mindegy. Tehát ennek nincsen semmi értelme, oké, értem. Az Istennek nem tudom annak a timingját megtanulni. Ő viszont nagyon jól timingol lövésekben. De attól, hogy az egyik benyomja a tűz akármit, a másik karakter, az miért lesz tízes? Hol a fucking logik ebben? Come on.
Próbálom azt csinálni, hogy elébb hozom azt, aki vele szókolt harcolok, hogy egyszerre csak... Ezt nem lehet meg, de ezt nem értem, ezt annak a timingját. Miért nem sztegerülődik ilyen korára? És megöl. Nem lehet megölni, bazd meg. Tehát, hogy hihetetlen. Null HP-ről is. Tehát, hogy nem az, hogy... De nincsen pluszom semmiből. Tehát, hogy benyomom a keyblaze-emet, és oké, végtelenül tudnék támadni, de a csávó nem áll meg. Tehát, hogy nem tudsz velem így csinálni, mert konkrétan hiába van végtelen támadási lehetőséged, nem tudod interruptolni az enemit, bazd meg, mert ő akkor is lő, akkor is üt, és mit csinál, ha megüt? Nem a kreedet szedi le olyankor, ami logikus lenne, bassza meg, nem, a HP-dat. Üssön ki a keyblaze-ből, ne pedig a HP-mat csikarja ilyenkor. Ezt a katyvaszagrót is amúgy. Válts már! Nyolcszor kell megnyomni valamit, bazd meg ebbe a játékba. この国は私が必ず良くしてみせる。 Miért nincs semmi? Se HP-m, se semmi.
próbálok azért erre jönni, de nem. Nem jön utánam. Hogy elvonjam egymás mellől a kettő bosst, hogy lehessen értelmesen fájtolni ebbe a szájba tekert játékba. De nem, mit csinál? Bemegy a sarokba. Tehát olyan, mintha a játék fejlesztő direkt arra menne rá, hogy te menjél oda a sarokba, ahol még inkább szarul látod a fájtot, hogy jól leszopassunk. Na jó van, bazd meg, azért vannak határai az én tűrő képességemnek is. Nem lehet harcolni a boss ellen, tehát konkrétan egy katyvaszban van. A büdös, mocskos idióta fejlesztő anyádat, hát nem hiszedek el. Végig a félrekezést nyomtam, amint átkaptam azt a karaktert. Ne kamuzzál már nekem játék ekkorákat. Undorító. Mocskos undorító. Tehát, hogy... Nem már. Negyven valahány óra játékidő, és ez idáig, ide jutunk ki. Tehát, hogy ez. This one. Szárontottam. A csicska karakter, de komolyan. What? Hogy tessék? Hihetetlen.
Jó pihenés, Sushi. Hello, hello. A kunyva, vatasi ga kanarazu yoku shite miseru. Hát jó. Háromból nulla szar lehetett leperizni a lövést. Tudjátok, mit nem értek? Hogy nyernék már, nem nézted, hogy mi történt? Tudjátok, mit nem értek? Amíg én itt harcolok valamelyikkel, azoknak az NPC-knek, akik itt vannak segítőbe, ilyen végtelen sok HP-juk van. Majd amint megkapod az irányítást rajtuk, tehát hogy ott harcolnak, ütik egymást. Nagyon minimálisan megy le a damage, azokon a karaktereken, meg a bosszon is. Tehát oké, ők elharcolnak, ott így elvannak. De amint átkapom az irányítást, mondjuk a Mr. Bajusz meg a... Ja, itt van amúgy a izécsávó. Tehát amint megkapom az irányítást fölöttük, hirtelen a semmiből ugyanaz a karakter kettő pofont bír ki. Előtte meg 10 percig ütik egymást, és semmi HP következménye, vagy semmi nem történik. Tehát, hogy akkor ez most hogy is van? És kicseréltem a izét. A pajzsost. Mi lenne, ha minden találatod úgy eltalálna, ugye? Persze. Teljesen normális, ugye? Ja, hogy nincs stamina. Mert hogy az egyik támadását levétem, nem leperiztem, ezért dögöljek meg, és konkrétan legyek lehugyozva, hogy megmertem nyomni a védekezés gombot ebbe a sép játékba.
akkor most eljött ennek az ideje. Még így is ugyanúgy meg fog alázni. Még egyszer szeretném jelezni, hogy egyenlentebb vettem a nehézségi fokot. Timingok attól nem lesznek jobbak. A mocskos, büdös kutya faszát most már! Ja, itt már értem, hogy mi a so-called easy benne így. Kicsit más a crit damage. Csicska. Ennyit ér ez az egész játék. Nem GG. Ez most szégyen. Konkrétan. De már nem bírtam mit csinálni vele. Nem tudtam volna megcsinálni. Biztos vagyok benne, hogy még napokig szarakodhattam volna. Kazuma-san, 前線へ向かいましょう! És elmennek, bozd meg! Nem, geci, nem! Fogják magukat és elsétálnak. Menjünk, hallottad, hogy új kávé van a fronton? Nézzük meg milyen... Melyik idióta írta ennek a sztoriát? De komolyan! Kac! Enomoto no fune o mawashite arimasu. Ittan Edo e o nige kudasai. Eddig nem nagyon húzta ki a kardot, amúgy úgy harcolt az öreg.近藤さん
撤退の時かと。ブリュネ殿を頼む。俺もお供します。刀の時代は終わった。だが俺は刀なしに生きられん男だ。古き侍はここまでだ。トシ、お前たちは新しい時代の侍になってくれ。さあ行け。ブリュネ殿。数で勝る幕府軍だったが、徳川慶喜の退避をきっかけに敗北。勢いに乗る新政府軍は江戸へと侵攻を開始した。鳥羽伏見での敗北を機に求心力を失った旧幕府軍は将軍を追うように江戸へと撤退。旧幕府軍の命脈を断とうとする新政府軍との間に江戸決戦の機運が高まりつつあった。Nem, ne haragudjatok, teljesen sokban vagyok, és most nem amiatt, hogy most nem bírtam megcsinálni vagy a választott nehézségünkön azt a boss fightot, boss fight kombót, nem tudom. Tehát, hogy nem. Tehát nem... Ne. Vissza tudom állítani a nehézséget? Game settings, vagy hogy? Aha. Ezt így visszarakna a boss fighthoz, hogy ezt nem csináltad meg, úgyhogy most szia, de hát én is elköszönök, én is meg. Szóval ezt mekkora egy idiot, tehát hogy végigmész a Battlefield-en, tehát hogy van egy harcmező, végigmentünk a Battlefield-en, pár apró, de hogy alapvetően ugye végigmész az egészen, leütöd az enemiket, megérkezel az ellenségnek a táborán, fő táborához, most sztori szinten mondom, ott megharcolsz a két fő antisógunátusos csávóval, aminek az a vége, tehát hogy megharcolsz velük és nyersz, aminek az a vége, hogy ők rád néznek, és azt mondják, hogy jó, most itt harcoltunk egyet, hagyjuk itt őket, menjünk harcvonal élére, mindeközben ugye a gonosz ikertestvérünk, ő megtámadja a sógunt, aki leghátul van, és megpróbálja megölni. Tehát a sógun itt ég a házba az ikertesónkkal, a másik oldalon vagyunk mi, megharcolunk és megöljük, vagy hát legyőzzük az ellenség két fővezérét, akik miután legyőződ őket, azt mondják, hogy oké, akkor mi ide előre jövünk, és vezetjük a támadást. Azok, akikkel te ide eljöttél, azok összerogynak, hogy így it's a defeat, elveszítettük a csatát, közben megmentik tehát beleavatkozik a kalapos öreg, hogy a gonosz ikertesó ne ölje meg a sógunt. Ezek meg azt mondják, hogy it's over, vége van, done.
az egyik meghal a csatában, a másik meg a külföldi meg elmegy a másik. Tehát, hogy így, és mindeközben a mi karakterünk pedig rágyújtott egy cigire a sarokba, vagy tehát, hogy így amúgy, vagy ő visszajött amúgy ide a Shogunhoz, de hogy amúgy akiket meg agyabugyálunk, azok hogy miért mennek el? Miért nem haltak meg? Tehát nem arról volt szó, hogy azért csináljuk ezt az egész háborút, hogy nem értem. Tehát, hogy egyébként jól veszem észre, hogy a döntésed, gondolok itt most arra, hogy melyik oldalt választod, nem fogja az endinget befolyásolni, de elvileg befolyásolja, legalábbis Kata azt írta itt nekünk, hogy például ugye, hogyha másképp van, csináltunk volna dolgokat, akkor Ryoma se halt volna meg. De mi ugye úgy hoztuk ki, meg úgy a döntéseink alapján, meg hogy nem csináltunk meg jó pár dolgot, az jött ki, hogy Ryoma meghal. De hogy én most itt a fősztori vonalában nem értem, hogy miért. Vagy mármint, hogy így eleve összességében a játék, tehát hogy most már tényleg ez, amivel poénkodtunk, hogy ez a Sephiroth effektus van a játékban, de hát ez már nevetséges kategória, tehát hogy minden egyes fucking fightnak a vége az, hogy oké, tök jót harcoltunk, és ennyi, és jaj, várjál, hát azt nem csinálhatjuk, hogy van nekünk ennyi karakter, és hogyha megharcolsz egy csomó mindenkivel, és meghal, hát az nem jó, tehát hogy hiába van 40 karakter, tehát hogy én nem, a Bladewinnel, a gonosz ikertesóval háromszor harcoltunk eddig, mind a harmadik vége az volt, hogy ránk nézel, és ott hagyott, és tovább ment, és tehát, hogy olyan logikátlan nekem már szint, tehát, hogy ez itt a nagyobb probléma ezzel a játékkal, sztori szinten például, és ezért pislogok nagyon, mint pocok a lisztbe, vagy mint halaszatyorba, hogy most akkor mi a jó Isten van, mert az eddigi játékaiban ennek a fejlesztőnek ott volt Neo, a Neo-ba, a William-mel mentél, valaki szembe jött veled, és izé volt, a legtöbb esetben, főleg hogyha gonosz karakter is volt, kapta halt, tehát megölted. Voltak, akikkel megharcoltál, és utána kiderült, hogy amúgy tehát, hogy ott is voltak ilyenek sztori szempontjából, de hogy itt csak és kizárólag az van szinte, hogy tehát senki nem hal meg. Na mindegy. Én szeretnék egyrészt elnézést kérni a mai kegyetlen rage-ek miatt. Ezt a dupla boss fightot én nem azon a nehézségen nem tudtam megoldani. Szégyen, gyalázat, ez van. Nem tudtam olyan szinten, tehát hogy így most így látva 92%-nál vagyunk amúgy. Szóval így már most így látva a kettő közötti különbséget, amúgy brutális, hogy mennyivel nagyobb HP-t raktak be ezen a közepes nehézségen az eneminek, tehát hogy kicsit indokolatlannak is érzem. Valahol a kettő között, meg nem tudom még mi az, ami igazából így segített volna abban, hogy... Na vagy nem tudom, ez most ilyen nagyon rossz érzés bennem, mert amúgy tényleg érdekelne a játék, de hogy így már így azt érzem benne, hogy tök mindegy, mit csinálunk, mert semminek nincsen semmi következménye. Tényleg ilyen Magyarország effektus van benne, tehát Sephiroth és Magyarország effektus. Tök mindegy, mit csinálsz, hát nem baj, ha ellopod a fél államháztartási pénzeket, meg millió eurókat. Jaj, kiderült. Hát az nem is, nem gondolta ő komolyan, de amúgy már 380 millió euró van a számlája. Tehát, hogy nem gond. Meg jó gyerek az, jó? Tehát ez is, agyonvered, érted a csávót, mert érted, ő a lázadás vezetője, vagy az antisogunátus egyesülésnek a vezetője, és leteszed a játékost, megkérdezi a fejlesztő, hogy mit szeretnél, melyik irányba szeretnéd vinni a történetet, sogunátus oldalán, vagy a sogunátus ellen szeretnél cselekedni, és azt mondom, hogy igen, a sogunátus oldalán szeretnék menni,
leülnek, azt mondják, hogy most itt véget vetünk az egésznek, és legyilkoljuk őket, és akkor végre vége, és akkor egységes új Japán létrejöhet végre, mert nincsen belső viszály. Erre fogja magát, agyonvered az ellenfelet, és azt mondja, hogy nem, te basztál rá. És így, What? Nem tudom. Bocsánat, hogy ilyen monológba mentem bele itt a végén, de a player level lesz kérelődnek a bosszok? Hát ez egy jó kérdés. Igazából van a missziónak levele, vagy ajánlott missziónak a levele, mit tudom, 44-es szint kell hozzá, vagy ajánlott. Gondolom arra a szintre van nagyjából belőve. Nyilván itt volt olyan, amikor jóval föntebb voltunk, mint ami 4-5 szinttel, egy kicsit előrébb, amikor jártunk a történetbe, és ott lehetett érezni azért, hogy erősebbek vagyunk, de nem sokkal. Szóval ezek a játékok nem mindig nehéz, meg a boss fightoknál szerintem annyira nem a level szint a meghatározó, hanem az, hogy tudsz reagálni a movesetre, mennyire tanulod meg a movesetet. Itt is az volt, hogy most egyszerűen nem éreztem a timingokat. Annyira szemét volt az összes timing, és annyira random volt egy csomó minden, és akkora katyvasz volt az a ők ketten, tehát az a öt karakter, aki ott azon az harcmezőn ott próbált valamit csinálni, néha olyan követhetetlen volt, és akkora nagy ilyen káosz, hogy így... És elfáradt az agyam már teljesen a végére, és azért is inkább lentebb vettem. Menjünk túl rajta, aztán majd valami lesz. Na mindegy. Elnézést, hogy itt monologizáltam a végén még egyszer, meg köszi szépen amúgy a türelmet, meg a kitartást is, amúgy a megtisztelő figyelmet is, és a rengeteg támogatást is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Holnap este jövök, igyekszem időben jönni, de lehet, hogy csak 7 óra magassága lesz, mert a munka miatt itt teljes káosz amúgy a hét. Kitöltöttem a menetrendeket, még a játék részek azok még nem kitaláltak, meg kiforrottak, majd meglátjuk, melyik játék lesz, meg hogy lesz. Jövök. Jó, amikor csak tudok, arra meg lehet készülni, hogy a nem E3 dolgokat én is co-streamelem, erre Geoff-fal meg is beszéltem a dolgokat, úgyhogy nyomatjuk, együtt fogjuk nézni mi is. Tudom, nyilván Nessájék, Pistiék együtt fogják nézni, ott nagyon-nagyon sokan lesznek, úgyhogy aki esetleg kicsit dumcsizni is akar közben, azt várom nagy szeretettel, meg nyilván még nagyon sokan fogják nézni, úgyhogy lehet majd mindenki válogatni, hogy hol szeretné és kivel együtt nézni. De gondoltam, mondom, hogy nálam is lesz, és tudjuk együtt nézni. No, elköszönök, nagyon szépen köszi még egyszer, folytatjuk, gondolom, majd Rise of the Ronin, de most így hónap nem ez lesz, az tuti. Na jó pihenést, sziasztok!